Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa. TMB Római 1-es 8084/1958/6. Jegyzőkönyv. Készült a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése és egyéb büntettek miatt Blaski József és társai ellen indított bűnügyben a Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa TMB Római 1 8084/1958/5 számú első fokú és a legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsa TMBF Római 4-es 13/1959/3 számú ítéletével megállapított. Fiatalkorú Mansfeld Péter elítélt 1959. március 21-én délelőtt 9 órakor történt halálbüntetés végrehajtásáról. Jelen voltak. Fiatalkorú Mansfeld Péter elítélt. Guidi Béla, a tanács elnöke. Dr. Balog János, fogalmazó. Dr. János, ügyész. Dr. Fáber Viktor, bírósági orvos. Dr. Szabó Ernő, börtönorvos. Sárközi Tibor főhadnagy, országos börtönparancsnokság részéről. Csúcs Mátyás, ítéletvégrehajtó. Karácsonyi Sándor, Fülöp István, ítéletvégrehajtó segédei. A tanács elnöke megállapítja, hogy a megjelenésre kötelezettek valamennyien megjelentek. A tanács elnöke az elítéltet elővezetteti. A tanács elnöke megállapítja fiatalkorú Mansfeld Péter személyazonosságát, majd felolvassa a Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa 1958. november 21. napján kelt TMB Római 1-es 8084/1958/5 számú első fokú. Pirosposgás fiatal férfi, testi és szellemi vizsgálattal semmiféle kóros eltérés nem észlelhető. Véleményem szerint a 18 éves Mansfeld Péter nem elmebeteg, nem szenved olyan megbetegedésben, mely miatt ítélet rajta végrehajtható ne volna. Dr. Fáber Viktor, igazságügyi orvos szakértő. Római 4, 13/1959/3 számú másodfokú ítéletének rendelkező részét, valamint a kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyvet, mely szerint a halálos ítélet elítélet... Másodfokú ítéletének rendelkező részét, valamint a kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyvet, mely szerint a halálos ítélet elítélt. Másodfokú ítéletének rendelkező részét, valamint a kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyvet, mely szerint a halálos ítélet elítéltlen végre. Mely szerint a halálos ítélet elítélten végrehajtható. A tanács elnöke az elítéltet az ítélet végrehajtása céljából átadja az ítélet végrehajtónak azzal, hogy teljesítse kötelezettségét. Az ítélet végrehajtói segédei a kivégzést 9 óra 22 perckor megkezdték, és annak befejezését a tanácselnökének jelentették. A tanácselnöke felhívja az orvosokat, hogy a halálbeállásáról győződjenek meg. Az orvosok jelentik, hogy fiatalkorú Mansfeld Péter elítélt szíve 9 óra 35 perckor megszűnt dobogni. Az ítélet végrehajtásánál jelenlévők fél órára visszavonulnak. Fél óra múlva a tanácselnökének utasítására az orvosok fiatalkorú Mansfeld Péter kivégzett elítéltet újra megvizsgálják, és ismételten jelentik, hogy annak haláláról meggyőzöttek. A tanácselnöke az ítélet végrehajtási eljárást befejezettnek nyilvánítja azzal,
hogy az ítélet végrehajtás során felmerült 100 forint orvosi költség, 0 forint úti költség, a pótköltségjegyzék tétele alatt nyert feljegyzést. Kelt, mint fent. Guidi Béla, a tanács elnöke, dr. Balog János, fogalmazó, dr. János, ügyész, dr. Fáber Viktor, bírósági orvos, dr. Szabó Ernő, börtönorvos, Sárközi Tibor főhadnagy, az országos börtönparancsnokság részéről.